Megnyitjuk a plenáris szakasz utolsó előadásának a szakaszát. Szintén egy ilyen személyes útvonallal kezdem. Kalmár Zoltán következik, aki a Társadalomtudományi Alprojekt kezdetektől fogva aktív szereplője, és hogy a hozzánk legközelebb álló ember, a szakmailag legközelebb álló ember tudja néha legnagyobb meglepetéseket okozni. Kalmár Zolinak ezt az előadását, én a kutatók éjszakáján nem ezt az előadását, hanem annak a magját ott már hallottam, és mégis meglepetést okozott, pedig rengeteget beszélgetünk, ugye egy intézetben vagyunk. Igazán provokatív lesz, rektor úrnak különösen a figyelmébe ajánlom, mert lesz egy-két beleállás, de hát azért kapjuk a fizetésünket, hogy tágítsuk a látómezőt, hát akkor most megdolgoztunk a pénzünkért. Zoli, tiéd a szó. Köszönöm szépen felvezetést is, köszöntök minden érdeklődőt, aki eljött vagy online követi az előadásokat. Hát azzal kezdeném, hogy valóban volt egy kutatók éjszakáján előtartott előadásom, amely alapvetően inkább a villanyautók fogalmiságáról, miségéről és Musknak a szerepéről szólt. A mai előadásom egészen más témájú lesz ahhoz képest, bár egy központi elemet át fogok belőle nyilvánvalóan venni, amiről ott is beszéltem, ez pedig nem más, mint a kapitalizmus vagy a növekedés problémája. Azzal kezdeném, hogy minden korszaknak vannak vezéreszményei, vezérelvei, és ha az elmúlt 30 évre durván visszatekintünk, akkor a nyugati világnak is van egy ilyen vezéreszmény, ez pedig a klímavédelem. És azért határoltam be a nyugati világra ezt a vezéreszmény gondolatot, mert hogyha máshol körülnézünk, nemzetközi szerződések ide vagy oda, a klímavédelem nem vezéreszmény. Ha az iszlámot megnézzük, és ott mondjuk Szaúd-Arábiát vesszük példaként, akkor ugye napi szinten olvasunk arról, hogy napelemeket, napelemparkokat, szélerőmű parkokat nyitottak, de hogyha megnézzük, hogy milyen volt az energia mixe, akkor nem érte el az 1%-ot az úgynevezett zöld energia. Hogyha Kínát vesszük, Kína esetében is azt mondhatjuk, hogy a klímavédelem abszolút nem eszmény, ott éppen erre a nyugati eszményre alapozva indítják, vagy indították el az autógyártást, a napelemgyártást és egyéb más technológiai produktumoknak a gyártását, és hát alapvetően, hogyha valamivel küzdenek, az sokkal inkább a smog és a városi elszennyeződésnek a kérdése. Itt a mai előadás kapcsán én a jelenkor horizontján szeretnék vizsgálódni majd, ez azt jelenti, hogy tudom, hogy napi szinten mindig olvasunk arról, hogy valami újítás jön a villanyautóval vagy az akkumulátorral kapcsolatban, de attól, hogy mi napi szinten hallunk valamit, az még nem biztos, hogy a későbbiekben tömegtermelésbe is át fog menni, és meghatározza a villanyautóhoz való viszonyunkat. A fő kérdésünk tehát az lesz, hogy mennyire zöldek ezek a bizonyos villanyautók, amikkel napjainkban találkozunk. Azzal kezdeném, hogy a közlekedésnek nyilvánvalóan az egyik legnagyobb kibocsátója, vagy bocsánat, a közlekedés az egyik legnagyobb kibocsátója, az egyik legnagyobb kibocsátással járó ágazat, és hogyha a közlekedésen belül a közúti közlekedést vesszük, akkor ez körülbelül 15% kibocsátásért felelős. A közúti közlekedésnek egy része az autózás, és ez néhány százalékért felelős, tehát körülbelül olyan 7-8% tehetjük felelőssé az autóinkat. És hogyha ezt csak így számszakilag nézzük, akkor egy viszonylagos alacsony arányszámot láthatunk, de nyilvánvalóan ez nem kevés. Ebből következik az, hogyha az eszmények szintjén maradunk, akkor kizárólag klímavédelmi szempontból
a károsanyag kibocsátás mentes közlekedésre kellene fókuszálnunk, olyan járműveket kellene előállítanunk, amelyek károsanyag kibocsátás mentesek, illetve a másik fontos dolog, hogy a fosszilis energiahordozók használatát ki kellene váltani úgynevezett természeti erőforrásokból származó energiával, tehát ez lenne az eszményünk. Most azzal folytatnám, hogy a villanyautót megpróbálom pozícionálni a világban, és itt alapvetően én a kapitalizmus egyik hajtóerejének tartom magát a villanyautót, és ezt próbálom bizonyítani. Tehát előzetesen elmondanám azt, hogy a 21. századnak a következő évtizedei az elektromos hajtással fognak foglalkozni, ez lesz a vezető technológia az autózásban valószínűleg. És az új autópiacnak ezek egyre fontosabb szereplői lesznek, de hozzá kell tenni, hogy még nagyon hosszú ideig azért a hagyományos motorral hajtott modellek is szerepet játszanak, sőt az eladott új autók többségét még mindig azok fogják majd kitenni, és magától a hagyományos hajtású autótól nem kell elköszönnünk egy-két évtizedig, hiszen ezek az utakon ott lesznek majd. Viszont valójában a kapitalizmus dinamikája hozza be a villanyautót, mint olyat a világba, és tudom, hogy általában a politikusokat szokták okolni ezért a jelenségért, de hozzá kell tennem, hogy a politikum ezt csak leköveti, és még egy dolgot hozzáteszek, hogy a színfalak mögött olykor ellenzi is ezt a jelenséget. Gondoljunk az Európai Unióban zajló vitákra, vagy gondoljunk az amerikai republikánusokra, akik hát nem annyira villanyautópártiak. Na most, hogyan is néz neki ez a folyamat, amiről eddig beszéltem? Alapvetően azok a vállalkozások, amelyek autót is állítanak elő, azok profitorientált vállalkozások, és természetesen a kapitalizmusnak az alapjelensége a növekedés és a még több profit termelés. Tehát itt nem csak a fogyasztás fenntartása az alap, hanem a fogyasztás felpörgetése az, ami a meghatározó motívum. És itt fogok egy csúnyát mondani, ami lehet, hogy mérnök kollégáknak nem fog annyira tetszeni, de gazdasági szempontból megalapozott lesz, hogy a hagyományos autók reszelgetése az nem visz előre. Azért kell egy kicsit magyarázatot fűznöm hozzá, mert a hagyományos belső égésű motorok egy nagyon komplex, nagyon bonyolult rendszerek, és óriási innovációk szükségesek ahhoz, hogy ott egy picit előbbre lépjünk az elmúlt 130 évhez képest. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, de egy gazdasági megközelítés ezt abszolút leértékeli, és ezt reszelgetésnek tartja, és azt mondja, hogy nekünk az a fontos, hogy gyors keresetnövekedést biztosítsunk, és ahhoz már kevés az, hogy új autók vásárlására buzdítunk. Ennél jóval több kell, és ezért az a gazdaságnak a célja, hogy a technológiai versenyt erőteljesen fokozzák, és teljesen új technológiát vezessenek be a tömeggyártásba, a tömegpiacra, és hát ezért tekinthetünk a villanyautókra a globális gazdaságban, mint új hajtóerőre. Tehát itt az a fő törekvés, hogy a világ fő értékesítési piacait a villanyautóval elérjék. A fő értékesítési piacok Kína, Európai Unió és az Egyesült Államok, ezek a kiemelt piacok a globális gazdaságban. És egy globális irányváltást hoz önmagában a villanyautó is, de ez még egy vezérelvet hozzá lehet építeni, ez pedig az, hogy a tisztább energiaforrások irányába el kell mozdulni. Tehát ez még inkább elősegíti azt, hogy a villanyautót el tudjuk adni, és
ezzel az elektromobilitásra való átállás gyakorlatilag egy új versenyt idéz elő, és egy hosszú távú nyitányt tesz lehetővé. Ezt én részletekre bontottam, hogy még érthetőbb legyen. Egyrészt a hosszú távú nyitány azt jelenti, hogy az új villanyautók gyártásán kívül más területeket, teljesen új területeket lehet bevonni. Ilyen például az új kulcsfontosságú ásványok és nyersanyagok kitermelése. A kitermelése egy önálló gazdasági ágazat lehet, és ne felejtsük el a hozzá kapcsolódó kereskedelmet se, ami szintén egy óriási gazdasági lehetőség. Ha másik oldalról közelítem meg, akkor pedig azt kell, hogy mondjam, hogy a villanyautó, amikor most megjelenik, akkor lehet arra számítani, hogy ugyanúgy mindig új generációi lesznek majd, mint a belső égésű motorok esetében, plusz a villamos energia hálózatot úgymond tisztává kell tenni, ez megint óriási beruházásokat tesz lehetővé, plusz infrastruktúrában a töltő infrastruktúrának a kiépítése, az egy óriási gazdasági vállalkozás, plusz ha tovább viszem, akkor elképzelhető, hogy a buszok és a teherautók esetében is lehet alkalmazni ezt az elektromos technológiát, de ez nyilván a jövő zenéje. Most itt még egy megjegyzésem lenne, amiről rektor úr tegnap nagyon részletesen természettudományos megközelítésben beszélt, hogy a hidrogén az nem kapitalista barát meghajtási forma, tehát én csak a gazdasági oldaláról azt mondom, hogy sokkal költségesebb, mint az elektromos, és így valószínű az elektromos lesz a befutó. Az elektromobilitás felismert előnyeit foglalnám össze röviden, és utána beszélnék a felismert hátrányokról. Hogy mindig a jelenlegi tudás horizonton vagyok, nem lépek túl ezen, nem tudjuk, mit hoz a jövő, varázsgömbbel nem rendelkezünk. Tehát az egyik ilyen előny a villanyautó gazdaságossága a belső égésűekhez képest. Itt ki kell emelni az energiahatékonyságot olyan formában, hogy extra hatékonyságról van szó, vagyis kiemelkedően magas energiahatékonyságról beszélhetünk, erőátviteli hatékonyságról. Illető ezt így fogalmazza meg, a belső égésű motor elsősorban hőtermelés csak mellékesen meghajtás, a villanynál fordított a helyzet. A másik előny, hogy jóval kevesebb alkatrészt tartalmaz, tehát könnyebb megépíteni, könnyebb termelni a villanyautókat. Itt körülbelül 200 alkatrészről van szó, míg a belső égésűeknél 1400 alkatrészről van szó. Jelentős fedett rakteret biztosít az első csomagtartó, ami ugye mások esetében motorral van ellátva. Ez lehet, hogy nálunk nem is annyira egyértelmű, amit most mondok, és nem is tűnik olyan nagyon hasznosnak, de gondoljunk egy pillanatra bele az amerikai kultúrába, ahol ugye az amerikai ember szereti beletenni a csomagtartóba a fűrészgépet, a fűnyírógépet, meg nem tudom, még lehet, hogy egyéb más dolgokat is szívesen beletenne és vinné magával. Ezért van az, hogy az amerikai kultúra a pick-up-oknak a kultúrája, tehát a nagyobb méretű autóknak a kultúrája. És hát karbantartási igénye szinte nincs, itt a szinte szó az érdekes, hogy jóval kevesebb, mint a belső égésűeknél, amelyeket sok szervizelés szokott jellemezni. Hogyha másik oldalról közelítjük meg az előnyöket, akkor az autónál mindig számolnunk kell az élményszerűséggel. Az autó az nem csak közlekedési eszköz, ami elvisz A-ból B-be,
hanem az mindig valami plusz élményt is ad az ember számára, és ezért van az, hogy nagyon sokan a saját autóhoz ragaszkodnak, és nem bérelik, vagy megosztják az autókat. Itt ugye az élményszerűségnél említeni kell, hogy kiválóan gyorsul, álló helyzetből néhány másodperc alatt 100-ra, hogy csendes, vibrációmentes és működés közben, tehát helyben közvetlenül nem bocsát ki széndioxid. De ez mindig hangsúlyozni, hogy ez úgy igaz, hogy helyben és közvetlenül nem bocsát ki. És hát az előadásom másik fele az sajnos az árnyoldalakról fog szólni, a negatív megközelítésekről fog szólni, amikor is a gyártástól az ártalmatlanságig próbálunk végigmenni. Tehát gyártással, használattal kapcsolatban számos környezetvédelmi agályunk van, és a fő problémánk itt az, hogy jelentősen hozzájárul a villanyautó a széndioxid kibocsátáshoz, és ezáltal az éghajlatváltozáshoz. Méghozzá nézzük részleteibe, hogy miben. Hát ugye kezdjük a gyártással. Itt a gyártás az, ami eléggé kritikus jelenség, az előállítás, mert kifejezetten erőforrás igényes, jelentős vízhasználatot vesz igénybe, és sokkal több káros anyagot bocsát ki az előállítása, mint a belső égésű modellek esetében. Tehát, hogyha életciklust vizsgálunk, akkor egyértelmű, hogy az előzetes kibocsátás az rendkívül magas. És hozzá kell tennünk, hogy nincs belátható közelségbe, vagyis nincs itt az utcasarkon még a széndioxid kibocsátás nélkül készülő villanyautó. Tehát az én varázsgömbömben ez nem jelenik még meg egyelőre. Több évtizedes távlatban, hogyha itt nem lesz alapvető változás, a mai tudásunkhoz képest nincs alapvető változás, akkor több évtizedig így maradhat. És hát itt azért megint olyanra hivatkoznék vissza, amit rektor úr is említett tegnap, hogy bizony vannak olyan részei a villanyautó gyártásnak, ahol alternatív karbonsemleges megoldás nincsen, tehát például az acél gyártás esetében, és hát ugyanez a helyzet az alumínium, és ugyanez a helyzet a műanyag gyártás esetében, és további problémát jelent az, hogy ez egyszerre nem látható. Tehát, hogy párhuzamosan kellene mindezt megújítani, és egyiknél se látunk gyakorlatilag előrelépést. A másik ilyen terület, amit meg kell vizsgálni, ez a villanyautó használata, vagy más néven üzemeltetése, és hát itt a töltéshez használt villamos energia keverék, az bizony kívánnivalókat hagy maga után a világ legnagyobb részén. Tehát ugye országonként, sőt, töltőállomásonként különböző, hogy milyen forrásból származik a villamos energia, és hát azt kell, hogy mondjuk, hogy bizony fosszilis energiahordozókból származik ma még alapvetően, döntő módon. Nem tudjuk, hogy milyen lesz a jövő, de ahogy mondtam, ezt nem látjuk a varázsgömbben itt. Az illusztrációként a készülő székesfehérvári Tesla töltő képe látható, még kék szalaggal leplombálva átadás előtt. Ezt csak azért tettem oda, hogy a Teslának van egy erőteljes törekvése abba az irányba, hogy csak zöld áram legyen, tehát hogy vagy ő termeli, vagy zöld áramot vásárol a töltőihez, de hát ez ugye egy másik problémakör. Na most az ártalmatlanítás a harmadik nagy gondolatkör, amiről szólni kell. Egyszerre nagy mennyiségű villanyautó fog előállni hamarosan, egyszerre nagy mennyiségű akkumulátorral fog ez előállni, és ez azt jelenti, hogy egyszerre nagy mennyiségű hulladék lesz. Tehát nem csak hulladék lesz, hanem egyszerre nagy mennyiségű. Ugye ez minőségbeli különbség. Itt azt is látni kell, hogy most még újrahasznosításra nincs is lehetőség, mert még olyan kevés rossz akkumulátor van, sőt,
azt is meg kell említeni, hogy még van egy lépcsőfok, egy második élet az akkumulátorok számára, amikor már villanyautóra nem alkalmas, de alkalmas valamilyen hálózati tárolásra, és majd csak ezután kerül a hulladékba. És hát itt jön az újrahasznosítás, amely az egész iparág számára kihívás. Erről részletesen beszélnék. Hogyha egy kutató fizikust hívok segítségül, aki nagyon jól tud fogalmazni, akkor egy Birke nevezetű német fizikus azt mondja, hogy jelenleg az akkumulátor minden csak nem újrahasznosítható. Azt hiszem, ennél precízebben nem nagyon lehetne kifejezni ezt a gondolatkört, és akkor egy picit elidőznénk ennél a mondatnál, mert ugye itt két alapproblémánk van. Az egyik az, hogy a cella csatlakozásoknál masszívan összeheggesztett akkumulátor cellákat kellene darabokra szednünk, és hát ezt nem tudjuk szétszedni. A egyszerű módon, tehát hogy ne kelljen sok energiát belefektetni. A másik, hogy a cellák szerkezete gyártónként változik, tehát hogyha én egy feldolgozó üzemet akarok létrehozni, akkor mégis melyik gyártónak a feldolgozására, és a többivel mi lesz? Már is megint a gazdaságnál vagyunk, hogy ilyen értelemben az újrahasznosítás egyáltalán nem kifizetődő kérdés. Na most itt két alapvető mód van arra, hogy hogyan nyerjünk vissza felhasznált nyersanyagokat. Az egyik a felolvasztás, amely rettentően energiaigényes, a másik pedig, hogy vegyszeres vizes oldatban kioldják ezeket az anyagokat, ez pedig igaz, hogy hatékonyabb és kevesebb energiát vesz igénybe, de ugyanakkor sokkal veszélyesebb, és hogyha megint a gazdaság felől közelítünk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy egy vállalatnak olcsóbb kifizetni a büntetést adott esetben, hogyha a környezeti szabályozást megszegi, mint sem megszegni a környezeti szabályozást. Lítium-ion akkumulátorok környezeti terheléséről különösen szólni kell. Alapvetően ugye a villanyautóknál a hajtásláncnak a lelke még mindig az akkumulátor, és ezek a lítium akkumulátorok, ezek biztosítanak jelenleg egyszerre megfelelő energiasűrűséget és stabilitást, de majd rektor úr ezt lehet, hogy korrigálja. Természetesen én a tömeggyártásban lévőkre gondolok ebben az esetben, mert ugye az előadásom elején kizártam azt, hogy ami még nincs tömeggyártásban, ugye arról nem nagyon tudunk mit mondani, tehát ami tömeggyártásban van, azok esetében tenném ezt a megállapítást, és hát az akkumulátorgyártás az egy energiaintenzív iparág, tehát hatalmas villamos energiaigénye van. Na most itt külön szót kell említeni az alapanyagok bányászatáról és feldolgozásáról, hiszen a bányászatnál, a felszínre hozásnál hangsúlyozni kell, hogy olyan eszközökkel dolgoznak jelenleg, amelyek jelentős kibocsátással járnak. Emellett jelentős a bányászatnak és a feldolgozásnak a környezetszennyezése. Itt megpróbáltam a fő aspektusokat ebből kiemelni, tehát a természetkárosítás, itt a víz és talaj vegyi anyagokkal szennyezését, az ökoegyensúly megbontását lehet említeni, plusz nagy mennyiségű vízfelhasználással jár, plusz por és zajszennyezéssel jár, plusz amiről kevesebbet szoktak beszélni, hogy csak magát az anyagot nem lehet önmagában kibányászni, hanem ugye valamivel együtt jön az a kibányászott termék, és hát a nem hasznos anyagokat szeretjük otthagyni, mert egyébként az pénzbe kerül, hogyha azt is
pesztrálnunk kellene a továbbiakban. És hát a kitermelt nyersanyagok feldolgozása is, finomítása is, szállítása is igencsak energiaigényes. További környezeti probléma, hogyha ezt még lehet tetézni, hogy a villanyautók a nehéz akkumulátorok miatt nehezebbek, mint a hagyományos autók, tehát itt általában ilyen fél tonnás átlaggal lehet számolni, nyilván van kisebb, nagyobb méretű ebben a tekintetben. Hogyha nehezebb az autó, akkor a gumiabroncs gyorsabban kopik, ha gyorsabban kopik, akkor az élettartalma is természetesen rövidebb, és hát az útburkolatnak a terhelése is erőteljesebb a nehezebb autók esetében. Tehát, hogyha mindezt összeadjuk, akkor óriási mennyiségű mikroszennyezéssel találkozhatunk a környezetbe. Erre egy konkrét adatot is hoztam, természetesen nem a villanyautókra vonatkozik, tehát elképzelhető, hogy ez még rosszabb ennél a helyzet, mint hogy itt látjuk az adatokban. Tehát a világ útjain futó gumikról évente összesen 3 millió tonna ilyen anyag jut a környezetbe, továbbá 3 millió pedig az utak felületének kopásából származik. Hát ezek után kellene egy kis összegzést mondani, nem lesz túl biztató ez a bizonyos összegzés. Két alapaspektusra hívnám fel a figyelmet. Az egyik, hogy amíg a zöld árammal való üzemeltetés nem lesz domináns, és itt tartok egy kis gondolkodásra lehetőséget, hogy ugye, ha jéghegyként képzeljük el az energiamixet, akkor ugye ott csak a legteteje ez a bizonyos zöld energia. Tehát amíg nem lesz ez a domináns, addig a villanyautózás a jelentős környezetkárosítás mellett a klímaváltozás fokozásához is hozzájárulhat. A másik következtetés, hogy amíg a villanyautóknak a súlya nem csökken, és vagy a gumiabroncs gyártás jelenlegi struktúrája nem változik meg, a villanyautózás nem a helyi vagy regionális levegőtisztuláshoz, hanem a levegőszennyezéshez járul hozzá. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen, Zoltán, 2 percet megtakarítottál az időből, esetleg hozzászólás van. 2 kiegészítés. Az egyik, ezt nagyon gyakran szokták mondani, hogy 3-szor hatékonyabb a villanymotor, mint a belső égési motor. Igen, nyáron. De télen, amikor a hőre szükség van mondjuk a fűtésre, tehát mondjuk hideg időben autózunk, akkor ez a különbség ez eltűnik, vagy összemegy, tehát abban a pillanatban, ha ugyanúgy akarjuk fűteni az elektromos autót, mint a belső égésű, a hulladékhővel, akkor a hatótáv az drasztikusan lecsök. Tehát, hogy... Még rosszabb lesz, tehát, hogy ez csak ezzel a feltétellel igaz. A másik, hogy van egy adat még, ami ebben a tekintetben fontos, hogy az elektromos autókhoz jelen pillanatban 6-szor annyi ritka, kritikus elem szükséges tömegben, mint amennyi a hagyományoshoz. Tehát, hogy ez még a erőforrásainkat is tovább csökkenti, tehát ez valóban nem tűnik a Szent Grálnak így a jövő tekintetében. Ez egy átmeneti idő lesz, ami hát szerintem ebben az évtizedben nagyjából ki is fog fulladni, tehát ez nem fog végigmenni. Az én meglátásom szerint nálam sincs varázsgöm, de én csodálkoznék, ha 2035-re itt minden autó elektromos lenne, biztosan nem lesz. Igen, én is ezt vagy mondtam, hogy azért a hagyományos motorokkal szereltek még évtizedekig maradnak. Köszönöm szépen. Ebéd előtt már 20 másodperc kérdés, 40 másodperc válasz. Én azt szeretném hozzátenni, hogy annak idején úgy tanultuk, hogy az elektromos áramnak a szállítása folyamán is nagyon sok veszteség képződik. Az nem tudom, hogy most is úgy van-e. Tehát, hogyha hozzá
hozzá tesszük azt, hogy mennyi fosszilis energiát használ, és akkor még a szállításra során is csökken, akkor ez még szerintem plusz hozzájárul ehhez a negatív hatáshoz. Nem tudom, hogy mi erről a véleménye. Köszönöm. Hát igen, ez változatlan továbbra is. Ez ugye fizika alapvetően. Köszönjük szépen. Hát nagy tanulság volt, mondok egy ütős mondatot a végén, de előtte egy finomabbat az elején, akkor ezek szerint a zöldebbé tétel az nem, hogy zöldebbé tesz, hanem nem tudom mi a zöld ellentéte, hiten szürkébbé tesz. És akkor, hogy a pszichológiai blokknak a tanulságát levonjam, úgy tűnik, hogy a legzöldebb ember a meg nem született ember. És akkor a létszám csökkentése. Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez, ugyanott, ahol tegnap.